török népi játékokkal, mondókákkal, mesékkel ismerkednek a Szivárvány óvoda nagycsoportosai. Tovább bővül ezzel Kispest és Pendik testvérvárosi kapcsolata. Folyamatosan várják a véradókat, a Vöröskereszt és a civil szervezetek évente több alkalommal is szerveznek véradást Kispesten. Prevenciós egészségnapot tartottak az idősek számára, a helyes életmód, az odafigyelés, az életminőséget és az élethozt is befolyásolja. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Tovább bővül Kispest és Pendik testvérvárosi kapcsolata. A Szivárvány óvoda nagycsoportosai 4 hónapon keresztül ismerkednek a török népi játékokkal, mondókákkal, mesékkel és ízekkel. A programot a Budapesti Török Kulturális Központ és Kispest önkormányzata támogatja. A török kultúrával ismerkednek meg a következő 4 hónapban a Szivárvány óvoda nagycsoportosai. Ennek kapcsán tartottak megnyitó ünnepséget az intézményben. Az eseményen először Kaspar Ágnes köszöntötte a megjelenteket. Az óvoda vezető kiemelte, többek között a keleties kultúra miatt esett Törökországra a választás, a programot a szülők is támogatják. Nevelőtestületünk már régóta foglalkozik azzal, hogy európai országok különböző szeletkéit megmutassuk a gyerekeknek, mert a földnapi alkalmából ugye sokat beszélünk arról, hogy más országok is vannak a világban, de így nehéz közel hozni hozzájuk. Úgyhogy gondoltuk, hogy ha így, hogy a nyelvet is megismerik, és akkor esetleg becsempészhetünk gasztronómiai érdekességeket, mondókák a gyerekjátékokat, így talán közelebb hozzuk hozzájuk azt, hogy milyen más nyelven beszélni. Törökországra azért esett a választásunk, mert egyrészt tudjuk, hogy Kispest testvérváros a Pendik, másodszorban pedig a keleties hangulat annyira más, mint amit megszoktunk itt Európában, úgyhogy ez miatt döntöttünk így. Az Isztambul ázsiai oldalán fekvő Pendik és Kispest 2010 májusában kötött testvérvárosi megállapodást. A két város, Pendik és Kispest kapcsolata elindult, és tulajdonképpen akkor fogadtuk meg egymásnak, hogy megpróbáljuk ezt a kapcsolatot élővé tenni. Gajda Péter hozzátette, az elmúlt évek során a két önkormányzat számos kulturális, oktatási és gazdasági programot szervezett közösen. Reméli, hogy ez a helyi kezdeményezés is erősíteni fogja a két nép barátságát. 2 évvel ezelőtt írtunk alá egy szerződést a Magyarországon működő Yunus Emre intézettel annak érdekében, hogy aki még mélyebben meg akar ismerkedni a török kultúrával, az itt Budapesten Kispest segítségével, illetve az intézettel együtt ezt megteheti. És ennek köszönhetően alakult ki, illetve kezdeményezte a Szivárvány óvoda ezt a mostani programsorozatot, úgyhogy most már nem csak a felnőttek, az iskolások, középiskolások és általános iskolások, hanem a legkisebbek, az óvodások is megismerkedhetnek Pendik testvérvárosunk kultúrájával, a török nép hagyományaival, a gasztronómiai értékeivel, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amelynek mindannyian örülhetünk. A programot az iskolába készülő nagycsoportosoknak állították össze. A gyerekek először a hadtörténeti múzeumba látogatnak majd el, hogy megismerjék a török érdekességeket. A Yunus Emre Török Kulturális Központ munkatársai pedig hetente egyszer tartanak foglalkozást az óvodában, mely alkalmakkor dalokat, mondókákat, táncokat tanítanak a gyerekeknek. 2013 óta a Yunus Emre Intézet Budapesten a török nyelvet, a kultúrát és a művészetet népszerűsíti, ismerteti az érdeklődőknek. Kispest önkormányzatával kialakult egy jó kapcsolat, így örömmel kapcsolódtunk be ebbe a programba, melynek során az intézet munkatársai az óvodás gyerekeknek bemutatják a török nyelvet, verseket, mondókákat, játékokat, valamint a török konyhát. A központ igazgatója a világon egyedülállónak nevezte a most Kispesten induló programot, és bízik abban, hogy a közeljövőben Pendik testvérkerületben is megvalósulhat ennek a magyar változata. Az eseményen részt vett Burán Sándor országgyűlési képviselő, Vincek György alpolgármester és Bogó Józsefné önkormányzati képviselő is. Az ünnepségen a programban résztvevő nagycsoportos óvodások adtak rövid műsort. A megnyitó végén a Kulturális Központ egy hagyományos török társasjátékot, egy úgynevezett mankalát ajándékozott az óvodának. A világ egyik legrégibb logikai játékát Jakub Gül igazgató és Gajda Péter polgármester közösen mutatták be a gyerekeknek. Az áprilisig tartó színes foglalkozásokat a Budapesti Török Kulturális Központ, valamint Kispest önkormányzata támogatja.
Megtartotta éves közgyűlését a Magyar Szakszervezeti Szövetség kispesti szervezete. Az eddigi eredmények értékelése mellett az eseményen új titkárt választottak a szervezet élére. A Kispesti Tudásházban tartotta meg a Magyar Szakszervezeti Szövetség Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezete a 2017-es esztendő értékelését. Az eseményen a szervezet megbízott titkára, Kajszné Spiegel Eszter foglalta össze a tavalyi év legfontosabb történéseit, eseményeit. A beszámolóban elhangzott, hogy a kispesti szervezet létszáma most 140 fő, a közösség tavaly 15 taggal bővült. A legidősebb tag 94, míg a legfiatalabb 56 éves. Az elmúlt évben az állandó programok mellett több kirándulást is szerveztek. Augusztus 20-án például voltunk Opusztaszeren. Gyönyörű, gyönyörű élmény maradt mindenkinek. Én azt ajánlom, hogy mindenki nézze meg, mert ez a feszti körkép, ez mindenkit levet a lábáról, ha így mondjuk. Voltunk Szentendrén, megnéztünk Kovács Margit Múzeumot, meg sok helyen voltunk még, Kemencén, oda járunk 25 éve, ott volt az évzárunk, 90 tag volt velünk, két busszal indultunk, hát ez nagyon rég megtörtént, hogy két busszal megyünk valahová. A folytatásban Vincek György alpolgármester köszöntötte az időseket. Beszédében kiemelte, a Kispesten működő négy nyugdíjas szervezet nem vetélytársa, hanem partnere egymásnak, valamint a kerületi intézményekkel és az önkormányzattal is együttműködő a viszonyuk. Itt egy kispesti civil szervezetnek, vagy akár egy szakszervezeti alapszervezetnek is olyan környezetben dolgozhat, ahol én remélem az autonomitása, az önállósága, a szabadsága semmilyen értelemben nem korlátozott. És ami ennél is fontosabb, hogy figyelemmel, nap mint nap figyelemmel kíséri az adott önkormányzat ezt a tevékenységét, és megpróbálja segíteni, erejéhez bírtam. Az is nagyon fontos, hogy lehetővé tesszük itt Kispesten azt, hogy a szervezetek, a civil szervezetek egymással is jó kapcsolatban legyenek. Ennek is most számos példája van. Hogy nem vetélytársak, hanem egyenjogú partnerek és együttműködésre ösztönzött szervezetek. Burán Sándor Kispest országgyűlési képviselője elmondta, a nyugdíjasok aktivitása is lendületben tartja a társadalmunkat. Az ország legtapasztaltabb nemzedékéről beszélünk. Én mindig nagyon szomorú vagyok, amikor bármilyen fórumon azt tapasztalom, hogy kicsit lekezelően beszélnek az idősekről. Uram, bocsán, már néhányan úgy szólnak hozzá a kérdéshez, mintha kolonsz lennének ők a társadalom nyakán, amiről egyébként meg szó nincs. Hát először is annak a nagy részét, ami az országban ma van, ők építették fel, erről soha nem szabad elfeledkezni, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy a legtöbbet tapasztalt, legnagyobb tudású rétege a társadalomnak, végül is minden mögöttük jövő generáció, engem is beleértve, azt, amit nem lehet könyvekből vagy az internetről megtudni, megtanulni, vagy az iskolákban elsajátítani, azt ettől a nemzedéktől tanultuk meg. Ezért megérdemlik a tiszteletet és a törődést is. A beszédek után új titkárt választott a szervezet. Kajszné Spiegel Eszter tavaly egy évre vállalta a feladatok koordinálását, helyére most Csernyánszki Ildikót választották meg a megjelentek. Terveink azok vannak, és az a jó, hogyha a nyugdíjasoknak vannak még tervei, mert akkor jobban tudjuk magunkat testileg és lelkileg is karban tartani. Hát egyelőre írásban nem készült, mert én nem egyedül kívánok ebben dönteni, hanem egy bizalmi testületet szeretnék létrehozni, és a bizalmi testülettel együtt. Tudnélik, az igények azért különbözők. Van, aki föl tud szállni vonatra, eddig is csináltunk már vonatos kirándulásokat 2-3 napra. Van, aki ugye azért nem tudja ezt megtenni, hogy felszáll a vonatra csomaggal, ott leszáll, elmegy a helyszínre. A ottani részvételen már együtt tudunk lenni, de az utazást nem tudja vállalni. Azoknak meg kell igényelni ugye az autóbuszt. Az eseményen továbbá részt vett Bogó Józsefné és Teknős Ferenc önkormányzati képviselők is. A II. Világháborúban a fasizmus elleni harcokban elesett katonákra emlékeztek a Városház téren álló emlékműnél. A megemlékezésen az önkormányzat vezetői és több civil szervezet is részt vett. 1945. január 9-én fejeződtek be a II. Világháború harcai Kispesten. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést a Városház téren. A közös emlékezés Vincek György alpolgármester rövid beszédével kezdődött. Ezen a napon hagyták el és
a német megszálló csapatok feladták Kispestet, és tulajdonképpen abban az időszakban felszabadult Kispest a fasiszta elnyomás alól. Nem csak azokat tartom hősöknek természetesen, akik életüket áldozták, hogy azok a hétköznapi emberek, akiről nem is tudunk, akik akár visszaemlékezésében még közöttünk vannak, emlékeznek arra, hogy ők gyerekként hogy élték meg ezt a korszakot, hogy mennyi szenvedés és borzalom volt azért az életükben. A háború Kispesten élő túlélői évről évre kötelességüknek érzik, hogy eljöjjenek. Az ő elbeszéléseik a történelem leghitelesebb forrásai a ma embere számára. 1945. január 8-án éjjel a frontvonalat áthelyezték Kispest túlsó felére. Ennek az volt az oka, hogy be kellett várni, míg Budapestet északi irányból átölelik a szovjet csapatok. És így szerencsénk volt Kispesten, mert nem alakultak ki az utcai harcok. És így a belövéseken túl és a bombázáson túl Kispest megmenekült az utcai harcoktól és a lerombolástól. A megemlékezésen koszorút helyezett az emlékmű talapzatára. A szervező Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Kispesti Szervezete, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és az önkormányzat képviseletében Gajda Péter polgármester, Mincek György alpolgármester és Bernát Péter a polgármesteri kabinet irodavezetője. Mindig van lehetőség arra, hogy a 147. születésnapját ünneplő város Kispest ezekre az eseményekre is azért jusson idő, hogy bemutassa, hogy gondolkodjunk ezen, hogy még akik közöttünk élnek, elmeséljék ezeket, hogy okkuljunk ezen. Hát ez a legfontosabb talán. A békét szimbolizáló nőalakot, Tar István szobrászművész alkotását 1960-ban állították a téren. E szobor azon katonahősöknek állít emléket, akik 1945 első napjaiban a városunk területén folyó harcokban vesztették életüket a fasizmus elleni küzdelemben. Olvasható az emlékmű talapzatán lévő emléktáblám. Ebben az évben először szervezett véradást a Magyar Vöröskereszt a kispesti Üllői úti könyvtárban. Az idei első véradásra csak 17-en tudtak elmenni, főleg az influenza szezon miatt. A szaktárca tájékoztatása szerint a vérkészletek elegendőek, és a Vöröskereszt más szervezetekkel együtt folyamatosan szervezi a véradásokat. Maga a véradás nem vesz igénybe többet 20-30 percnél, és csupán a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára van szükség hozzá. Sokan tartanak tőle, pedig egy véradással három emberen segíthetünk. Péter rendszeres véradó, ha teheti, részt vesz a véradásokon. Már nem először találkozunk önnel véradáson. Hányadik ez most? A 78. És miért lényeges ez önnek? Egy régi emléknek élek azóta, és egy 17 éves kislány mondta, hogy alig várja, hogy 18 éves legyen, hogy vért adhasson, és azt mondtam, hogy akkor addig én adok helyette, és aztán benne maradtam a véradásba. És egy évben elmegy, ahányszor tud? 4-szer szoktam, de most belehúzok egy kicsit, hogy meglegyen a 100. Igaz, hogy most derült ki, hogy eltörölték a felső korhatár, tehát 65 év felett is lehet majd vért adni. És ön szerint miért lehet az, hogy még sokan tartanak ettől? Nem tudom megmondani, én is nagyon féltem. Úgyhogy ha nem lett volna az az alkalom, lehet, hogy nem lettem volna véradó. És önnek ez okoz valami plusz dolgot, hogy vért ad? Annyiból mindenféleképpen jó, hogyha a sors elfogadja tőlem azt a megegyezést, hogy én annyiszor adok, hányszor tudok, de nekem ne kelljen kapni, akkor nekem ez így tökéletesen megfelel. Egy ember egy évben 4-szer adhat vért. Ennek több kritériuma is van, többek között fontos, hogy a véradó testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, továbbá be kell töltenie a 18. életévet, és rendelkeznie kell magyar tajkártyával. Hazánkban a nem rendszeres véradók 60 éves korukig adhatnak vért. Az is elengedhetetlen, hogy egészségesek legyünk. A torokgyulladás, a nátha, a fogkezelés kizáró ok. A véradás menete egyszerű. Először meg kell adni a személyi adatokat, majd egy kérdőívet kell kitölteni az egészségügyi állapotról. Ezután fontos elfogyasztani 1-2 pohár folyadékot. Majd a laboratóriumi és orvosi kivizsgálás következik. A vérvétel csupán 5 percet vesz igénybe, és utána egy kis pihenésre van szükség.
A vér a helyszínről bekerül az országos vérellátó szolgálathoz, feldolgozzák és intézik a különböző kórházakhoz való kiszállítást. Igaz, most csak 17-en tudtak eljönni, sokat számít minden egyes véradó. Azért nem volt elnyomtalanul itt még a karácsonynak a úgymond szeretett ünnep, az adakozás, és nagyon sok véradó úgy gondolja, hogy ha nem tud anyagiakba hozzájárulni a rászorultaknak a segítéséhez, akkor ő a vérét adja, ami szerintünk is a egyik legértékesebb, mert ezt semmivel nem lehet pótolni. És talán ennek is köszönhető, hogy most is, hál' Istennek, itt vannak és vért adnak. Azonban a véradás nem csak mások egészségét szolgálja, hanem a véradóét is. A véradók visszajelzést kaphatnak saját egészségügyi állapotukkal kapcsolatban, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után a véradó nem csak a vércsoportját ismerheti meg, hanem a szűrővizsgálattal a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C, a szifilisz kimutatása is lehetséges. Azt is jó tudni, hogy a férfiaknak csak ilyen módon tud cserélődni a vérük. A véradókat SMS-ben értesítik az országos vérellátó által megadott lista alapján, valamint plakátok, szórólapok útján szólítják meg a lehetséges véradókat. A Vöröskereszt honlapján az aktuális véradások helyszínei, dátumai is mindig megtalálhatók. Szerencsére, ha kevesebben is adnak ebben az időszakban vért, ez eddig nem okozott gondot a vérellátásban, mert folyamatosan szervezik a véradásokat itt Délpesten is. Itt, amit csak lehet itt ebben a négy kerületben, az intézményeknél, középiskoláknál, ahol a 18. életévüket betöltik a fiatalok, ott is szervezük a véradásokat, és akkor megpróbálom én itt a úgymond jó közlekedési csomópontban lévő intézmények, mint ahogy most is itt vagyunk az Üllői úti könyvtárban, voltunk a múlt hónapban a Vekerlei társaskörnél, a Ganz iskolába. A Vöröskereszt nem csak véradásokat szervez, hanem más módokon is segít. A téli időszakban arra kérik a kerületben élőket, akik támogatnák a szervezet munkáját, hogy jutassák el a már nem szükséges, de jó állapotban lévő meleg ruhákat, cipőket, zoknikat, kabátokat a 19. kerületi Vöröskereszthez, az Ady Endre út 112-es szám alá. 10. alkalommal rendeztek idősek számára prevenciós egészségnapot, melynek célja a helyes életmód népszerűsítése, az életminőség javítása. A folyamatos odafigyelés az élethozt is megnövelheti. Az eseményen mintegy 100-an vettek részt, sokat téve így az egészségükért. A segítőkész kispesti gondozó szolgálat József Attila utcai nyugdíjas házában az intézmény ellátottjainak és a kerületi nyugdíjas klubok tagjainak rendeztek prevenciós egészségnapot. Egy ilyen alkalmon az idős emberek olyan vizsgálatokat végeztethetnek el, amelyekre máshol csak hosszú várakozás után lenne lehetőségük. A vizsgálatok, azok milyenek voltak? Nagyon jók voltak. A gyógymasszázs volt a legjobb. Rögtön jelentkeztem az egyik nővérnél, és két hetenként fogom kérni majd ezt a gyógymasszázst. És nagyon jól sikerült, és örülök, hogy ennyire jól éreztem magam. A vércukor meg a koleszterinje az rendben volt? Rendben, igen. Különben 3 hónaponként járok ilyen orvosi ellenőrzésre. Ez egy ilyen testzsír felmérés, és nem néztem meg az eredményt, de nem mondták, hogy rossz. Ebben mindegyikben részt veszek, amikor csak egészségnap van, és ilyen természeti vizsgálat van. A 10. egészségnapon rengetegféle lehetőség közül választhattak a szépkorúak. Biotron lámpa, házi patikai ellenőrzés is rendelkezésre állt az idősek számára. Ezen kívül gyógytorna, gyógymasszázs, kreatív kézműves foglalkozás, szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadás is várta jelenlévőket. Nagyon közkedvelt az egysebvérből történő mini laborvizsgálat, amihez Stixel,
szinte fájdalommentesen a vércukrot, koleszterin szintet meg tudják a kollégák határozni. Ez nagyon jelzésértékű. A vér nélkül egy egyszerű kis készülékkel a véroxigén szintet, ami szintén jelentős, hogy kell-e az egészségi állapot javítani. Újdonság a speciális testanalitikai vizsgálat, ami a testtömeg és a magasság alapján beállítva az izomtömeg, a víz háztartásról, a csontoknak a súlyáról, és nem utolsó sorban arról, hogy éppen adott napon mennyi kalóriát érdemes fogyasztani. Sokszor nem gondolunk arra, hogy lábainkra mennyivel több gondot kellene fordítani, ezért is tartottak podológiai vizsgálatot is az eseményen. Az időseknél a talboltozat süllyedésének különböző mértéke már látható általában, ezért is szükséges egy ilyen vizsgálat elvégzése. Az egyedi berendezés talpképet készít a páciensek talpáról, majd az itt elkészült képet az ortopéd technikusok elemzik, és ha szükséges, elkészítik az egyedi talbetétet, amelyet a cipőköz is igazítanak. Amikor itt a felvétel elkészül, akkor ugye elemezzük ezt a talpképet, és egy kis beszélgetés követően kiderül, hogy milyen problémái is lehetnek a paciensnek. Első körben azt szoktuk mondani, hogy a talbetét, ugye mint egy ortopédiai eszköz, egy emelést végez, el fogja mulasztani a fájdalmakat, problémákat, de a talpizmokat nem erősíti meg. Mi a talpizmok erősítéséhez a professzorunk javaslat alapján egy ilyen talptornát is javasolunk, a kettő együttműködik nagyon hatékonyan, főleg még fiatalabb korban, ahol ugye jól megdolgozható még a talpizom, és az ugye a munka hatására ugye javulást fog eredményezni. A talbetét, amikor bekerül a talp alá, az visszemeli a anatómiai helyzetébe a lábat, és ezáltal tehermentesít. Tehát így működik a kettő együtt párhuzamosan. A szervezők arra is figyeltek, hogy a szépkorúak egészséges ételeket, italokat kóstolhassanak a vizsgálatok között. Többféle gyógyteát, teljes körlésű kekszet és gyümölcsöket is kínáltak számukra. Az ilyen eseményeken való részvételen kívül másfajta segítség is rendelkezésre áll az idősek számára a kerületben. A kispesti rászorultak megsegítésére közalapítvány gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, például szemüveg készítéséhez is nyújthat támogatást. A szociális irodán pedig gyógykezelés esetén rendkívüli támogatás igényelhető, és ez kiemelten vonatkozik a 70 éven felüli egyedül élő idősekre. Megkezdte felkészülését a tavaszi idényre a Budapest Honvéd labdarúgó csapata, ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót George F. Hemingway tulajdonos, valamint Subka Attila az új vezetőedző. Az eseményen bemutatkozott a kispesti csapat új igazolása, Heffler Tibor is. Az OTP Bank Ligában címvédő Budapest Honvéd az őszi szezonban 19 mérkőzésen 30 gólt kapott, ezért a védelem rendbehozatala lesz a fő feladata a csapatnak a téli szünetben. Az évadnyitó sajtótájékoztatón George F. Hemingway elmondta, keresnek még játékosokat, elsősorban baloldali védőt és belső középpályást. Még változatlanul egy-két ember valószínűleg érkezik, egy balhátvédet még szeretnénk igazolni, és esetleg a középpályára még egy ember. Több igazolás igazából csak akkor lenne, ha eladunk valakit valahova, és őt pótolni kellene. A bajnokság negyedik helyén álló Honvéd december közepén jelentette be, hogy nem folytatják a közös munkát a nyáron kinevezett holland vezetőedzővel. Helyére az 55 éves Subka Attila érkezett, aki edzőként kétszer is ült már a kispesti csapat kispadján. Először 2006 és 2008 között, majd 2011 és 2012 között. 2007-ben megnyerte a Magyar Kupát a csapattal. A nemzetközi iskolára kikerülni. Két opció van erre, az egyik a Magyar Kupán keresztül, a másik a bajnokságon keresztül. Én a csapatot maximálisan alkalmasnak tartom. Arra, hogy a célhozat elérje, van egy olyan alap, amire lehet építeni. Elsősorban a Márkóhoz felépített csapat, amely bajnokságot nyert, és egy olyan játékot játszott, ami eredményes volt abban az évben. Én úgy gondolom, hogy ha sikerül megtalálni azt a játékrendszert, és megtalálni azokat a játékosokat, akikre még szükségünk van, akkor a tavaszi szezon jó eredménnyel tudjuk abszolválni.
A védelem jobb oldalára már igazoltak a kispestiek, a kétszeres válogatott Heffler Tibort. A jobb hátvéd posztján és a jobboldali középpályásként is bevethető labdarúgó Dunaújvárosban nevelkedett, majd 10 évig Pakson futballozott. 2017-ben a Puskás Akadémiánál folytatta pályafutását, majd az MB2-ben szereplő Cegléthez igazolt. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a Honvédhoz szerződnöm, úgyhogy én azon leszek minden erőmmel, hogy megmutassam, hogy mi az, ami bennem van, tudjam segíteni a csapatot. Ugyanakkor nagyon nehéz dolgom lesz, be kell jutni a kezdőcsapatban. Nagyon jó játékosok alkotják a Honvéd gárdáját csapatát. Minden poszton van legalább 2-3 azonos kaliberű játékos. Ebből kifolyólag nagy lesz a versenyhelyzet. Én azt gondolom, hogy az eredmények szempontjából ez előre fogja vetíteni azt, hogy jó eredményeket érhessünk el. Úgyhogy én már nagyon várom és készen állok az előttem álló kihívásokra. A kispestiek február 5-én 10 napos edzőtáborba utaznak Törökországba, ahol 4 nemzetközi felkészülési mérkőzést játszanak. A Budapest Honvéd idei első tétmérkőzését a Siófok ellen játssza a Magyar Kupában, majd a Ferencváros otthonába látogatnak. Idén is vidám, színvonalas újévi koncertre hívta a kispestieket a Kámó Művelődési Ház. A hagyományoknak megfelelően a műsor egyik felében az Opsitos fúvószenekart láthatta a közönség, a másikban pedig 4 kiváló művész, Buk Tibor, Tunyogi Bernadett, Cakó Ádám és Plasztán Anett adott elő örök slágereket, jól ismert operett részleteket. 5. éve szervez a Kispesti Munkásotthon ünnepi évadkezdő koncertet. Az idei műsor első részében az operett és musical sztárjai adtak elő híres dalokat, musical és operett részleteket, a második részben pedig a KMU Művelődési Házban 10 éven működő Opsitos fúvós zenekar játszott. A vendégeket Zeninka Tamás és Vincek György alpolgármester köszöntötte. A színművészek többek között Hungária, Neoton Familia, Máté Péter számokat, nótákat és más közismert slágereket adtak elő. A zenés színház az nekünk nagyon nagy fegyelmet ad. És mi úgy szocializálódtunk zenés színészek, hogy egy elég pontos önfegyelemmel és egy elég pontos belső metronommal kell léteznünk a színpadon. És hogyha sokat vagyunk a színpadon, már pedig akik itt vagyunk a KMO-ban, ma elég sokat dolgozunk, hála a Jóistennek, azt szoktuk meg, hogy egy viszonylagos fegyelemmel élünk. Az Opsitos fúvós zenekar tolmácsolásában a nézők olyan szerzők műveit hallhatták, mint például Johann Strauss, Johann Sebastian Bach, vagy éppen Elton John. Milyen évet zártak tavaly? Hát sikeres évünk volt a 2017, talán egyik legtöbb hangversenyt és fellépést tettünk, 17 volt ebben a múlt évben. Kezdtük az újévi hangversennyel tavaly is, és voltunk kis térségekben egy ilyen Tisza-völgyi turnén, ahol hátrányos falban léptünk föl a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, ez nagyon sikeres volt. Aztán ugye a tavasszal léptünk föl a Rendhagyó Énekórán, a Művelődési Házban, illetve Koszorúzáson, a Kossuth téren. Mindig fölépünk Kispesten a Vekellettelepi térzenéken vasárnap, illetve a Városnapokon szerepeltünk, és aztán minden évben, most már ebben az évben negyedszer fogjuk megrendezni, tavaly volt a 3. délpesti fúvózenekari találkozó. A gála műsorból rövid összeállítást láthatnak a híradót követő magazinunkban. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket, a magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását. Nézzük, milyen témákkal készültünk. A kosárlabda megszerettetése, utánpótlás nevelés a Pannonia iskolában, Nagy Pál Adrien testnevelő tanár, edző, az óvodától az akadémia kapujáig kíséri a gyerekeket. 6 kontinens, majd 35 országát látta, világhírű blogger és most jelent meg regénye. A mindössze 16 éves, érett, érzékeny gondolkodású Kaponai Réka az Üllői úti könyvtár vendége volt.
operett, népdalok, komoly zenei művek, évköszöntő koncert a Kámó színpadán. Az idei évre tervezett fejlesztések és beruházások mindenképpen megvalósulnak, de még a működéshez nem, a fejlesztésekhez szükség lesz hitelfelvételre. Erről is beszélt a fogadó órában a költségvetés tervezésével kapcsolatban Gajda Péter polgármester. A kerület vezetője elmondta, támogatják a köztisztviselők és közalkalmazottak bérekkel kapcsolatos tiltakozási akcióit. A közalkalmazottak, köztisztviselők a hivatal életében az év eleje sztrájkkal kezdődött, ugye a szakszervezet kétnapos sztrájkot hirdetett. Budapesti kerületek közül Kispesten vettek részt a legtöbben a sztrájkban. Nyilván nem azért, mert itt a legrosszabb a helyzet, hanem mert itt tudnak és mernek is élni a demokratikus jogaikkal. A bérhelyzet viszont itt sem jó, nyilván ez állami feladat, de mit tud kiegészítésként adni az önkormányzat, mit tudnak tárgyalni? Így van, mi is támogattuk egyébként az itt dolgozó köztisztviselők tiltakozó megmozdulását, pontosan azért, amit ön említett, hiszen több mint 10 éve az a béralap, amivel az ő fizetésüket megállapítják, változatlan. Tulajdonképpen az összes más állami területen ez az emelkedés, emelés megtörtént, egyedül a köztisztviselőknél nem, ezért is támogatta a Kispesti Önkormányzat ezt az akciót. És egyébként pedig minden évben próbálunk valamilyen bérkiegészítéssel, béremeléssel, az illetmény alap változtatásával, bérkiegészítéssel segíteni azokat a kollégákat, akik sokszor tényleg olyan bérezéssel kénytelenek dolgozni nálunk, hogy sokan már azon gondolkodnak, hogy máshova mennek el, illetve amikor meghirdetünk egy-egy állást, nagyon nehezen találunk új és jó szakembereket, de egyébként ez a önkormányzati terület más részén is érzékelhető, legutóbb egy vezetői megbeszélésen óvoda igazgatókkal beszélgettünk arról, hogy már igazából ők sem mindig tudják megtartani a legjobb kollégákat, hiszen van, aki inkább elmegy egy áruházláncba dolgozni, mert kedvezőbbek a feltételek, jobb, magasabb fizetéseket kapnak. Hogy fogják megtartani az embereiket? Meddig fogják megtartani az embereket? Mi attól félünk, hogy akkor is, hogyha az állam esetleg arról dönt, hogy ez a béralap növekedjen, hasonlóan oldja meg majd, mint más esetekben korábban, hogy megemeli ezt a béralapot, de nem ad hozzá finanszírozást, tehát az önkormányzaton majd a saját költségvetéséből kell ezt kigazdálkodni, mint ahogy azt eddig is tettük, ahogy említettem, a különböző béren kívüli juttatások finanszírozásával, illetve a bérkiegészítés megadásával. Mi azt támogatjuk, amit egyébként a köztisztviselői szakszervezet is kér, hogy az állam emelje meg ezt a béralapot, és finanszírozza is az önkormányzati dolgozók számára. Egyébként ez leginkább nem is itt a nagyvárosokban jelent komoly problémát, hiszen egy-egy ilyen nagyobb település, mint például Kispest, ki tudja gazdálkodni, még akkor is, ha esetleg máshonnan kell elvenni ennek a finanszírozási költségét, de a kis településeken erre abszolút nincs lehetőség. Tehát úgy érzi, hogy meg fogja tudni tartani a hivatali embereit? Tehát nem fél attól, hogy egyszer csak, persze ez most nyilván túlzás, de kiürül a hivatal? Hát amik a boltokat, amiket említett az elmúlt években, gyakorlatilag kiürültek, nem lehetett bolt járadókat találni. Ez azt gondolom Magyarországon mindig veszély, és mindig fel kell rá készülni. Ahogy említettem, évek óta mi is azzal küzdünk, hogy nem vagy nehezen találunk olyan kollégákat, akiket szeretnénk alkalmazni. Például már a közterületfelügyelők feltöltése, közterületfelügyi felügyelői posztok feltöltésével is komoly gondjaink voltak az elmúlt időszakban. Attól azonban nem félek, hogy ettől működésképtelenné válna a Kispesti Önkormányzat, illetve a polgármester hivatal, mert megpróbáljuk a saját lehetőségeinken belül ezeket a béren kívüli juttatásokat, illetve egyéb támogatási formákat a kollégáinknak megadni, de azzal abszolút egyetértünk, hogy az államnak ezen a területen is lépnie kell, nem csak a kormánytisztviselők esetében. Honnan tudnak egyébként ilyesmire, vagy bármi más a plusz forrást előteremteni, hiszen ugye az utóbbi években számtalan alkalommal forrásra elvonás volt a kerületek tekintetében.
legyen az a forrás megosztás, vagy legyen az az iskolák államosítása. Így van, sajnos ez idén is így lesz. Például ugye ez a költségvetés tervezésének az időszaka, most már azt látjuk, hogy több mint 170 millióval magasabb szolidaritási adót kell fizetnie majd a kispesti önkormányzatnak. Ez mindig nagyon nehéz megoldás, hogy tudjuk a költségvetést úgy összeállítani, hogy abban ne legyen hiány, és azokat a feladatokat el tudjuk végezni, amelyek alapvetően fontosak a kerület számára, illetve azokat a fejlesztési elképzeléseket is meg tudjuk valósítani, amit ígértünk a kispestieknek. Ez egy különlegesen nehéz év lesz, azt gondolom ebből a szempontból, de bízom benne, hogy még ha külső forrás nem is áll majd oly sok rendelkezésre, mint ahogy a korábbi években ez megtörtént, de fent tudjuk tartani a kerület működőképességét is, és kisebb fejlesztésekre lesz idén is lehetőség. Nem szeretek panaszkodni, de az elég rosszul néz ki, hogy év végén azoknak az önkormányzatoknak mindig van lehetőségük plusz forrásra, ahol mondjuk a miniszter a képviselő adott területen, például Óbudán, ezt a példát többször is elmondtam az elmúlt időszakban, ide Kispestre pedig nem, hogy milliárdnyi forrás nem jut, de hogyha esetleg a fejlesztéseinket saját forrásból szeretnénk finanszírozni, és ahhoz hitelt kell fölvennünk, időnként még ahhoz is kuncsorognunk kell, hogy ezt a lehetőséget megadhassuk a kispestieknek. Még egyszer mondom, panasz nélkül meg fogjuk oldani a feladatainkat, csak látni kell, hogy sajnos ma a magyar önkormányzati rendszer olyan, hogy kormányzati oldalról szeretnek különbséget tenni önkormányzat és önkormányzat között. Pályázatokra van lehetőség, többet is be fognak adni. Kapnak-e az államtól pályázati forrásokat? Tehát itt tudnak-e azért valamit kiegyenlíteni, vagy így se számítanak ebben az évben sem túl sokra? Én abban hiszek, hogy ezt a saját erőnkből kell majd megoldani, én azt látom. Kisebb pályázati lehetőségeink, mint ahogy az elmúlt évben is, idén is rendelkezésre állnak. Például a Szivárványavodára már évelején nyertünk 30 millió forintot. Itt az energetikai felújítását fogjuk megoldani ennek az intézménynek. Elindul majd idén a Vekerlén is egy fejlesztés a kispiac felújítására. Gondolok, amire szintén központi forrást kaptunk, igaz, nem a kormányzattól, hanem a fővárosi önkormányzattól. A kerékpárút fejlesztése is elindul idén, arra is egy viszonylag jelentős forrás áll majd rendelkezésre pályázati úton, és természetesen az elmúlt években most is mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy akár a hazai, akár az uniós lehetőségeket felkutassuk, és ebben sikeresek legyünk. Említett, hogy készül a költségvetés, és most fog eldőlni, hogy ebben a nehéz évben mi az, amire mindenképpen fog jutni, és mi az, amit mondjuk hátrébb kell sorolni, akár jövőre lehet megvalósítani. Mi az, amiről semmiféleképpen nem fognak lemondani ebben az évben? Semmiféleképpen nem fogunk lemondani arról a programról, amit az elmúlt évben elindítottunk. Ez a kispesti önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmények felújítását takarja, bölcsödék, óvodák felújításáról beszélek, és lesz olyan például a Pannonia iskola esetében, ahol az állami fenntartású intézményben is komolyabb fejlesztést fogunk folytatni, illetve elindítani. Ahogy elmondtam, az elmúlt évben is 500 millió forintot szeretnénk erre a feladatra elkülöníteni, és természetesen azokat a programokat, amelyeket ütemeztünk és ígértünk, még 2014-ben idén is folytatni fogjuk, legyen akár szó közterületi fejlesztés, vagy az egészségügy területén megvalósul elképzeléseinkről. Idén elkezdtük egyébként az egészségügyi intézet felújításának a tervezését is, ez is egy olyan fontos programelem, amit mindenképpen szeretnénk idén elindítani, és terveink szerint idén, illetve a következő évben be is fejezzük az egészségügyi intézet fogadóterének teljes felújítását. Említette, hogy talán némi pályázati forrás, saját erő, de kell-e mindehhez még hitel? Ugye tavaly beszéltünk arról, hogy a lehetőség megvan rá, mit számolnak most, szükség lesz arra, hogy fel is vegyék? Működési oldalról nem, a fejlesztési oldalon úgy tervezzük, hiszen tavaly megkaptuk rá a kormány engedélyét, hogy egy 1 milliárd forintos keretet használunk fel, illetve ennek a felhasználása már a tavalyi évben elindult, ebben az évben, illetve a következő évben, tehát 2019-ben már úgy tervezzük, hogy saját forrásból, saját erőnkből folytatjuk azt a programot, amit az előbb említettem, óvodák, bölcsödék, egészségügyi intézményeink felújításáról lesz szó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.
Nagypál Adrián 1985 óta a kispesti Pannónia általános iskola testnevelő tanára, illetve utánpótlás edzője. A Zsíros Tibor Akadémián elsősorban kőbányai és kispesti gyerekek kosárlabda edzésével foglalkozik. Az akadémia előkészítő csoportjai részére szervezi az utánpótlás nevelését. Nemrég Kispest sportjáért díjat vehetett át kiemelkedő munkájáért. Stábunk ellátogatott a Pannónia iskola egyik kosárlabda edzésére. Hetente háromszor edzenek ezek a diákok a Pannónia általános iskola tornatermében. Kosaraznak. Van, aki a szülei, más a nagy testvére miatt ismerkedett meg ezzel a sportággal. A lényeg, hogy azóta is örömmel űzi. Az alsós diákokat Nagypál Adrián fogja össze, aki 1985 óta a Pannónia általános iskola testnevelő tanára. Nagyon-nagyon korán, 9 évesen már kosaraztam, és nekem egy olyan edzőm volt, aki miatt én kosárlabda edző lettem, és testnevelő tanár. Tehát körülbelül olyan 14 évesen már tudtam, hogy mi akarok lenni. Nagypál Adrián szerint, aki tavaly megkapta a Kispest sportjáért díjat, nem lehet elég korán kezdeni a kosárlabdát. Ő már óvodásoknak is tart foglalkozásokat. Most már felgyorsult ez az élet, úgyhogy sajnos nagyon-nagyon korán kezdik, mivel már elsősök és óvodások is járnak, és aki később kezdi, az nehezebben hozza be. Annak nagyon nagy tehetségnek kell lennie, hogy behozza ezeket a lemaradásokat, amiket ők már 3-4 év alatt előrébb léptek. Ebből a csapatból már 3-an óvodásként kezdték, de azért itt függ attól, hogy a kislánynak van 2 bátyja, a kisfiúnak van még egy bátyja, aki szintén kosarazott nálam, a harmadiknak is van egy bátyja, úgyhogy itt azért családok is jönnek-mennek a kezeim között. A kosárlabda népszerű csapatsport az iskolában. Elsős korom óta egyszer véletlenül mondták, ugye, hogy menjenek le, akik kosarasok, és én akkor nem voltam befizetve, de gondoltam, jó lesz, és lementem kosarazni, anyukám értem jött, és amikor pont mentem le kosára, akkor anyukám észrevett, hogy én megyek le. És miért pont egyébként a kosarat választottad? Előtte sportoltál valami mást? Nem, mert apukám és anyukám is kosarazott. A gyors, dinamikus játék sok futást és ugrást tartalmaz, fejleszti az állóképességet, javítja az egyensúlyt és a koordinációt. Itt az edzések nagyon játékosan zajlanak. Bemelegített, utána pedig ilyen egy-egy szokott lenni, meg ilyen zicserek. Neked egyébként van kedvenc feladatod? Hát, én mindent szeretek. Nekem már az egy élmény, hogy lejárhatok kosára. A labdavezetés az, ami nagyon fontos. Aztán jön a labda kezelése, a passzok, és utána jön az ittszer. De nagyon-nagyon játékosan, rettenetesen játékosan, első-másodikban. Nagyon sokat kidobósozunk, hogy megfogják a labdát, egy erős labdát. Zsinórlabdázunk, ami a passzokat szintén, hogy a másik oldalon megfogja. Ez a röplabdának az előkészítő játéka. Tehát ha most megkérdezném tőlük, hogy mit jelent, rögtön a zsinórlabdát kiabálnák, hogy azt játszunk. Van egy zsámolylabda előkészítő, ami a kosárlabdának az előkészítő. Az itt állnak egy zsámoljon, és csak az dobhat, aki a zsámolyra oda passzolják a labdát. Tehát nagyon okosan ki kell találni, hogy ezt őket sokáig érdekelje. Tehát ha aki óvodásan kezdi, az ne hagyja abba harmadikba, meg negyedikbe, hanem megszeresse annyira, hogy ő utána sportszerűen csinálja. El kéne mellette menni gyorsan, bal kezel is van, csak jobb kézzel vezeted. Jó, állj meg! Talán itt nem lehet vezetni jobb kézzel, oda fog nyugni és elfelé. Jobb megállsz! A pedagógus szerint az alsós gyerekek az egyik leghálásabb korosztálya nevelés szempontjából. Amit az iskolában kapok tőlük, azt senki mástól nem kapom meg, tehát jönnek a folyosón, és 80-szor köszönnek, hogyha 80-szor látnak meg, és megölelnek, és ezt nem lehet kifejezni máshogy. Tehát végül is itt ordibálok velük, meg kiabálok velük, de az nekik jó, hát az ők szeretik. Tehát azért sokat dicsérem őket, mert beszidom is. Az idejáró 12-14 gyerek jó részt a Pannónia diákja, ám a kerület összes iskolájából lehet jelentkezni, és be lehet kapcsolódni az edzésekbe. A diákok indultak a Budapest bajnokságban is, ahol időről időre újabb és újabb mérkőzések várnak a gyerekekre. Egy hónapban egyszer játszanak.
két meccset. Három csapatra van osztva egy csoport, ABCDEFGHIEK. Ha két meccset győzöl, akkor feljutsz egy csoporttal, ha két meccset vesztesz, akkor lejjebb jutsz egy csoporttal, és ha egyet győzöl, egyet vesztesz, akkor ott maradsz abban a csoportban. Tehát ez nagyon jól meg van szervezve. Tehát, ti most egyébként hogy álltok ebben? Ott középen vagyunk. Nem tudom, azt hiszem K-ban. Középen vagyunk, nekem ez teljesen megfelel. Én a szeretetre, tehát nekem nem az a dolgom, hogy győzzek, nekem az a dolgom, hogy megszeresse. Nagypál Adrien, vagy ahogy mindenki hívja Adri néni, a Zsíros Tibor Akadémia előkészítő csoportjai részére a Pannónia iskolában szervezi az utánpótlás nevelését. A legtehetségesebb gyerekeket tovább küldi, ahol magasabb szinten mutathatják meg a tudásukat a diákok. Utánpótlás edző vagyok, harmadikig én foglalkozom a gyerekekkel. Előtte negyedikig foglalkoztam, de mivel elég jó az iskolának a létszáma is a kosárlabda szempontjából, tehát sokan jönnek le ide 40-en, 50-en kosarazni, ezért már harmadik után elviszik őket, hogy a budapesti bajnokságban ott már nyerni tudjanak. 10-12 játékost adok oda évente körülbelül, és azért ők a budapesti korosztályban az első kettőben ott vannak. Kettő passz van a félpályáig. Az akadémián jelenleg körülbelül 400 igazolt és közel 100 előkészítős játékossal foglalkoznak az edzők. Céljuk, hogy a nagy létszámú bázis kialakításával megteremtsék a lehetőséget arra, hogy minél több olyan kvalitású játékos neveljenek, akik meghatározó szerepet játszhatnak a különböző korosztályos válogatottakban, illetve a felnőtt magyar bajnokságban, vagy akár nemzetközi szinten. Ebben segít Adrien is, aki már rengeteg tehetséges gyereket adott az akadémiának. Szerencsére könnyű dolga van, hiszen a Pannóniában népszerű sportág a kosárlabda. Ebben az iskolában a felnőttek is kosaraznak. Nálunk az igazgató nagyon szereti a kosárlabdát, úgyhogy nekem ez még plusz egy jó dolog. Ők hétfőnként szoktak kosarazni este itt, most volt 24 órás kosárlabda is. Az egész iskolát megmozgattuk, azok a gyerekek is jöttek, akik nem kosaraznak. Tehát be lehet vonni őket egy-kettőre, akkor igazából az elsősökre appellálunk ilyenkor, hogy ők nekik megjön a kedvük, tehát jönnek, de akik harmadik, negyedikbe kezdik el, az sem rossz. A sport az egészségfejlesztés egyik alapvető eszköze, és egyben a szabadidő eltöltésének hasznos módja, hiszen jelentős szerepe van az ember testi-lelki jólétének kialakításában, megőrzésében. A kispesti Pannónia általános iskolába bárki jelentkezhet, és kipróbálhatja az egyik legnépszerűbb csapatsportot, a kosárlabdát. Nemzetközi hírű vendége volt az Üllői úti könyvtárnak. Kaponai Réka, egy 16 éves kamaszlány jött el Kispestre, ami nem csak azért fantasztikus, mert a fiatal hölgy egy profi blogger, és már megírt egy több száz oldalas regényt is, hanem azért is, mert a család folyamatosan úton van, járják a világot. Eddig 6 kontinens, közel 35 országában voltak már. Élményeikről és az Őrző hajnala című könyvről meséltek a kispestieknek. Mindaddig, amíg emlékszem, nagyon szerettem írni és olvasni. Egy-egy könyv úgy hozzám nőtt, akár egy anyajegy. Attól, mint a saját ujjam lenne. Beleszerettem a történetekbe. Abba, hogy magukkal ragadnak, behúznak, teljesen elsodornak. Azt hiszem, van ebben valamiféle varázslat. Számomra mindig olyan volt az olvasás, mintha nyitott szemmel álmodnék. Mindig azok közé, a varázslók közé akartam tartozni. Azok, akik történetmesélőnek hívhatják magukat. És akik annyira mélyrehatolnak a szavaikkal, hogy képesek egy másik embernek az életét megváltoztatni. Ő Kaponai Réka. Szülei magyar származásúak, de ő már Ausztráliában született. 10 éves korában a család úgy döntött, mindent felszámolnak és elindulnak világot látni.
Azóta ők négyen folyamatosan úton vannak. Bejárták már 6 kontinens, 35 országát, Réka iskolája a nagyvilág, a tudást a különböző országok embereinek életéből, szüleitől és a könyvekből szerzi meg. Az egyik legszebb emlékem, amikor körbeutaztuk Észak-Amerikát egy lakóautóval, ahol érdekesebbnél érdekesebb emberekkel és történetekkel találkoztunk. Perúban például nagyon megragadó volt számomra, amikor az Andok magas hegységeiben jártunk, és egy úgynevezett szent hegy tetején egy pálkó sámán áldását kaptam. Itt, a 4500 méter magasságban, kis inka faluban állva, a hideg szél, ahogy fagyasztotta az arcomat. Olyan élményekre voltunk meghívva, amiket tudom, hogy ott még senki más kívülálló idegen nem láthatott és nem tapasztalhatott. Mi nehéz neked az utazásban? Mi a nagy kihívás? Hát igen, egy az, hogy sok más emberekkel találkozunk, sok barátokat szerezünk, és hogy az a nehéz, hogy el kell búcsúzni, és hogy nem tudod, hogy mikor fogsz újra találkozni velük, és persze mindig lehet tartani azt a kapcsolatot, online Skype-on keresztül, ilyen dolgokon keresztül, de nem ugyanaz, mikor együtt vagytok, együtt tudtok ilyen tapasztalatokat átélni, mint elmenni egy moziba, vagy valamit így együtt tölteni, úgyhogy igen, az egy kihívás azon az úton. Éppen ezért kezdett Réka egy blogírásába is, melynek a Dreamtime Traveler címet adta. Írásaival, élménybeszámolóival felhívta magára az egész világ figyelmét. Cikkeit a The Guardian és a Daily Mail is közölte, és előadást is tartott már a TEDx Youth konferencián, és eljött ide a kispesti Üllői úti könyvtárba is, hogy találkozzon, beszélgessen olvasóival. Hiszen tavaly szeptemberben végre magyar nyelven is megjelent első regénye, az Őrző hajnala címmel. Ez a műfaj azért ma már elég jól ismert, hogy blog, meg ugye a könyv, a regény, a világjárás, a fantasy. Mi a sikerének, mi mégis az Őrző hajnalának a sikere, sikerének a kulcsa pontosabban? Talán az, hogy nem csak egy szimpla fantasy regény, hanem én úgy látom, hogy célt is ad. Egy kicsit, ez egy kicsit furcsán hangzik, de hogy ez a kutya, akiről szól, ez a fükó, ő tulajdonképpen lehetne ember is, de mivel hogy egy állat és kutyákról szól ez a regény, kapcsolatot teremt ő egy olyan világgal, ami nem a mi világunkban játszódik, és ez a világ, amivel ő kapcsolatot teremt, elég gonosz. És Fükónak a feladata az, hogy megvédjen minket ettől a világtól. Tehát egy kicsit filozófikus is ez a regény, egy kicsit ilyen elgondolkodtató, és azt a célt adja talán így a fiataloknak, akik olvassák, hogy hát legyenek bátrak, ne féljenek, legyen meg bennük a bizalom, és hogy próbáljanak meg ők is egy kicsit, hát ahelyett, hogy mondjuk vitákat keresnek a másikkal, egy kicsit megbocsátani például, tehát ilyen célokat ad. Hatalmas volt az érdeklődés, kérdés kérdést követett. Szó volt a könyvről, anyagiakról, családról, nehézségekről, nem volt tabu téma. Hogy került Kaponai Réka ide az Üllői úti könyvtárba? Hát ez egy játéknak a része. A Carpe Diem Írd a naplód nevű játékunk van most októbertől egészen áprilisig itt a könyvtárban. És ez most naplóírásról szól ez a pályázatunk. És olyan szerzőket kerestünk, akik valamilyen kapcsolatban állnak a naplóírással, és azért hívtuk őt ide, mert hogy egy kicsit ezt a blogolást is gyakoroljuk mi is. Ugyanis itt most az volt a feladatuk a gyerekeknek, hogy kérdezzenek Rékától, és utána ebből írjanak majd egy cikket. Dreamtime Traveler. Egy mesemondó elbeszéléseit, amelyek nem arról szólnak, hogy melyik szállodában maradjatok, vagy milyen bőrünkkel utazzatok, hanem inkább az emberi történetekről, amikkel utazásainkon keresztül találkoztunk. Azt tanácsoltad, hogy bárki, aki íráshoz szeretne, vagy vonzódik, az olvasson sokat. Te hogyan válogatsz a könyvek közül, és hogy hogyan vásárolsz, milyen nyelven olvasol?
Leginkább angolul olvasok, most, hogy itt voltunk Magyarországon augusztus óta a könyv kiadására, akkor most is pár ilyen magyar könyvet elkezdtem olvasni. De... Kiket? Hát igazából úgy, hogy angol könyveket most magyarul, akik le voltak fordítva, úgyhogy kell most igazából azt szeretném, hogy ilyen több magyar könyveket tudjak én most olvasni, de igen, hogy hát mondjuk minden műfajt szeretek olvasni, minden egy kicsit, mert sokat lehet tanulni a más műfajokból, sokat lehet tanulni más stílusokból, és az hát nagyon fontos, ha író is szeretnél lenni. Nem azt kérdezem, hogy örül-e a lánya sikerének, mert ez nyilvánvaló, de hogy nyilván nem számítottak rá. Hogyan vették észre, hogy ebben a könyvben benne van ez a potenciál? Ez mindig egy ilyen szenvedélyes projekt volt a lányunknak, és ez mind az alap volt, hogy szeret írni, olvasni, úgy szeretett olvasni, mikor Amerikában voltunk, és ilyen projekton dolgoztunk, ilyen 8 órákat töltöttünk könyvtárokba, úgy neki nem volt ilyen, egyáltalán nem volt furcsa, hogy két ilyen 200-300 lapos regényt kiolvasott egy nap alatt, és ezáltal, mikor már elkezdtük ezt az utat, és írta az utazási blogját, akkor ő is azt mondta, hogy ez jó, de szeretne tényleg talán egy regényt is akkor írni, de akkor nem volt inspiráció, mire, de egy szép estén itt déli Spanyolországban voltunk, mikor neki jött ez az ötlet, és akkor közvetve velem, hogy ebbe tényleg lenne egy valami fantáziám, hogy lesz leírnám, és ebből mit tudnánk tenni, és akkor úgy elbeszélgettük, de ő lelkesen tett mindent belé. Ugyan ilyen tájan 2013-ban volt, mikor itt voltunk Budapesten, és ilyen, tudod, rövid napok, hosszú estéken keresztül csak írt egész nap és estig, ameddig le nem feküdt, és így 9 hónap táján, már nyár elejénre, éppen a 13. születésnapja előtt befejezte az első verziót a regénynek. És miért gondolták, hogy ez sikeres lesz ennyire? Mit éreztek benne meg? Hát nem tudom, hogy siker, ez egy érdekes konceptum, de érdekes volt a sztori maga kezdetétől, mikor ő elkezdte olvasni nekünk, felolvasni, akkor mi is csodálkoztunk, hogy honnan jön ez, mert tényleg olyan dolgokat, és tényleg csodálkoztunk, hogy hű, de jó ez a sztori. Szóval ez valódiban egy ilyen belsői inspirációból és elképzelésekből, ami az utazásunk is talán befolyásolta, ami érdekessével tette ezt a sztorit. Mit jelent neked a család? Hát a család a legfontosabb nekem, az igazság, hogy nélkülök nem lennék itt ma, nem lenne ez a könyv, és hát az igazság, hogy a szüleim voltak az első szerkesztőim, a keresztmamám volt az illusztrátorom, a testvérem volt a kutatónk, és hogy együtt így tudtuk ezt létrehozni, és nélkülök hát nem lennék itt ma, és azért nagyon fontos nekem a család, hogy együtt tanuljunk, együtt tapasztaljunk, ez az út, hát nagyon szorosá váltunk így. A család, a kultúra és a tapasztalás, a megismerés, az emberek, a humánum, a belső motiváció és a környezet, ezek Réka, egy nyitott, intelligens, őszinte fiatal lány legfontosabb értékei. Ha kíváncsiak vagyunk rá, és akár szeretnénk is tanulni tőle, vegyük kezünkbe az Őrző Hajnala című könyvét, vagy látogassunk el honlapjára a dreamtimetraveler.com-ra. Egy csepp nyár. Ezzel a címmel indult útjára egy új foglalkozás sorozat a Vekerlei Kultúrházban. A szervezők célja, hogy hónapról hónapra felidézzék a nyári táborok hangulatát. Januárban cirkuszi foglalkozás várta az általános iskolásokat. Zoltán Angelika, az Állami Artista Képző Intézet volt növendéke, tanította gyerekeknek akrobatikus elemeket. Idézzük fel a nyári táborok hangulatát. Ezzel a céllal szervezték meg az Egy csepp nyár című foglalkozást a Vekerlei Kultúrházban. A programsorozatot Rozival Petra hívta életre, aki több éve szervez különböző táborokat a kulturális intézményben.
évek óta nagyon nagy népszerűségnek körvendő táborokat tartunk nyaranként, és nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, így azt gondoltuk, hogy mennyire jó lenne ezt évközben is folytatni, és most szerencsére egy a második fél évben sikerült is megvalósítani itt a Vekelei Kultúrházban. Ez havonta egyetlen egy szombatot érint, de az egész nap 9-től 4-ig tartanak a foglalkozások, és mindig egy témát ölel föl, tehát minden hónapban, tehát januárban, februárban, márciusban és áprilisban más és más téma köré fog felépülni. Minden alkalommal tehát más-más téma várja a gyerekeket, akik a művészekkel, alkotókkal együtt zenélnek, táncolnak, bűvészkednek vagy kézműveskednek. Délelőtt egy cirkuszfoglalkozáson vesznek részt a gyerekek, Zoltán Angelika vezetésével, aki szintén itt a kultúrházban tart ilyen jellegű foglalkozásokat. Itt zsonglőrködnek a gyerekek, tányért forgatnak, egyensúlyoznak, tehát egy nagyon izgalmas másfél óra vár rájuk, illetve Vekelei étteremben szoktunk elmenni ebédelni, és utána a kézműves foglalkozás lesz ma, például varázspálcik, ugye mindig a témának megfelelő dolgokat csinálunk, ma varázspálcikát fogunk készíteni, és utána jön hozzánk egy bűvész, aki egy kis bűvész showt mutat majd a gyerekeknek, illetve egy trükköt is tanulnak, utána uzsonnával zárjuk a napot, és 4-kor mennek haza. Specifikusan vekerlei dolog, tehát vekerlei foglalkozásvezetőket, tanárokat, művészeket igyekszünk mindig bevonni ebbe a dologba. Bizonyára a legtöbb kisgyermek járt már cirkuszban, ahol megcsodálhatta a fellépő artistákat, a bohócokat és a különleges állatokat. Talán még az is megfordult a legkisebbek fejében, hogy kipróbálná, milyen egy kötélen egyensúlyozni a magasban, vagy buzogányokat levegőbe repíteni és zsonglőrözni. A cirkusz világát hozta el egy napra Zoltán Angelika, aki maga is az Állami Artistaképző Intézet növendéke volt, gyermekként szertornázott, jelenleg is több foglalkozást tart a Vekerlei Kultúrházban. Gyerekként ezt tanultam, és mivel nagyon fejlesztőnek találom a különféle eszközökkel való elfoglaltságot, ezért tanítom a gyerekeknek. Kinek milyen élménye van a cirkusszal kapcsolatban? Szoktatok menni cirkuszba? Igen! Igen? És van olyan, amit nagyon-nagyon szerettek, amit jó látni a cirkuszban? Igen! Na, kérek egy-két ötletet. A kötéltáncos. És aztán... Minden foglalkozás bemelegítéssel kezdődik, amely teljesen átmozgatja a gyerekeket. Csípőre rakod az egyik kezed, és oldalra hajolsz. Ez az, és másik oldalra. És még egyszer ugyanez, jó? És kéz, és hajol. Egy bemelegítés mindenképpen, a gyerekeknek az ízületi mozgékonyságával foglalkozom, izmokat is erősítjük, illetve próbálok ilyen kezdetleges akrobatikai gyakorlatokat is csinálni, illetve ezek az akrobatikai gyakorlatokat megelőző gyakorlatokat, és aztán pedig zsonglőrözünk, egyensúlyozunk, és általában mondjuk egy tábor keretén belül létrehozunk egy cirkuszi számot is. Milyen eszközök kerülnek előtérbe egy-egy ilyen foglalkozáson? Zsonglőrnél például buzogánnyal szoktunk zsonglőrözni, karikával és labdával, és van egy görgünk, amin egyensúlyozni szoktunk, és ha nagyon ügyesek a gyerekek, a nagy csoportomban már a görgön már tudnak például zsonglőrözni, tehát két dolgot is egyszerre tudnak már csinálni. Olyan komplex gyakorlatokat végeztek a gyerekek, melyek egyszerre fejlesztik a hajlékonyságot, a koordinációt, az ügyességet, az egyensúlyérzéket, és egyben erősítik az izmokat is. Figyelj, mit csinálok! Egyszer csak azt mondom, figyeld a két lány! Hogy fölhúzom a lábukat, ha? És most leengedem. Kipróbáljuk a tietekkel is? Kipróbáljuk? Akkor most mindenkinek odakadottam a lábára a madzagot. Jó? Próbáljuk. Figyelj, fogom a madzagot! Figyelj! És hopp, fölhúzom! Azt a betyár mindenit! Hogy ezek a gyerekek milyen ügyesek! Az egyensúlyozás és a zsonglőrködés továbbá jó hatással van a gyerekek figyelem és koncentráló képességére. A foglalkozás második felében alapszintű akrobatikus elemeket is megtanultak az általános iskolások, valamint előkerültek különféle eszközök is. Ilyen volt például a karika, a buzogány vagy a tányér. A gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen egyensúlyozni egy görgön, vagy hogy a látszólag könnyű tányérpörgetés mennyire nehéz a gyakorlatban.
Az én kislányom, ő a hatodik gyerekem egyébként, ő 4 évesen kezdte, és ő már 4 éves korától nagyon jól tudta ezt csinálni. Általában mégis azért, hogy a kérdésedre válaszoljak, én azt gondolom, hogy az én foglalkozásaimban 6 éves kortól tudnak a gyerekek részt venni. Az Egy csepp nyár programsorozat a következő hónapokban is várja a gyerekeket. A táborban mindig annyira szuper kis közösségek alakulnak ki, és annyira összekovácsolódnak a gyerekek, hogy igaz, hogy az 5 nap is az egy kicsit más ott a millió, de ezt szeretnénk itt egy picit, hogy itt közösséghez tartozni, együtt lenni, szeretni egymást, jól érezni magunkat egy teljes napon át, hogy ez ne csak nyáron valósuljon meg, hanem a évközben is. A februári alkalom a népmesék tematikájában zajlik majd. Egy báb előadást láthatnak a gyerekek, illetve bábokat is készíthetnek. A következő hónapokban az állatok is szerepet kapnak majd a foglalkozásokon, valamint a gyerekek kipróbálhatják akár a jógát is. Adásunk következő részében válogatást láthatnak az évközben zajló eseményeket, történéseket bemutató összeállításainkból, filmjeinkből. Kós Károly és Zrumecki Dezső, egy legendás barátság, híressé vált és szeretett közös épületek terveivel. A Vekerle telep főterének terveivel például, melyen 2 kapu és a szomszédos épületek őrzik a közös munka emlékét. Kós Károly tavaly 40 éve, Zrumecki Dezső 100 éve hunyt el. Az évforduló apropóján nyílt kiállítás a Vekerlei Társaskör Pince galériájában. Egy barátság képekben. Ma a Vekerlei Pince galéria falain, és egy barátság különleges, újat hozó, ismert, ikonikus épületek terveiben és megvalósításában, közös sétákban, motívumgyűjtő kirándulásokban, családi életben. Kós és Zrumecki. Egy évben születtek, 1883-ban, 24 évvel később, ugyanabban az évben kaptak építész diplomát a Budapesti József Nádor Műegyetemen. Zrumecki Dezső és Kós Károly. Jó barátokká váltak, mint ők komassággal léptek. Zrumecki keresztapja lett a legidősebb Kós filmnak. Már az egyetemi évek alatt Kós vezetésével megalapították a fiataloknak nevezett építéscsoportot, melynek rajtuk kívül tagja volt még többek között Györgyi Dénes, Jászki Béla, Mende Balér, Tárkai Lajos. Kós közös munkát végzett Jászki Bélával, az Ebegényi Római Katolikus templomnál, Györgyi Dénessel a Városmajori Elemi Iskola és Óvoda tervezésében, és Zrumeckivel. Abban az évben, amikor Bekele Sándor miniszterelnök előterjeszti és elfogadtatja az állami költségen építendő munkástelepekről szóló törvényt, Kós és Zrumecki kirándulást tesz az erdélyi Kalotaszegen. Kós kalózolja társát, mindkettőjükre óriási hatással van az ottani népi építészet. A gyűjtött ismeretanyag felhasználásával alkották meg önálló stílusukat, a népi épületeknek elsősorban jellegét és arányait átvéve. Az együtt érlelődő gondolatok után első közös munkájuk az óbudai református plébánia volt, majd a budapesti állat és növénykert 13 pavilonját tervezték meg. A madárházban jelennek meg leginkább a sokszor emlegetett, a kalotaszegi kirándulásokon felfedezett és megőrzött motívumok, mint a karcsú tornyok vagy a hegyes sisakok. A szarvasház épülete az erdélyi hegyvidéki életet idézi. Mikor a munkák elkészültek, Kós Károly az épületek felszerelését és berendezését irányította még, amikor Zrumecki Dezső már készítette a szomszédos Gundelétterem terveit. Több más jelentős épület tervezése után Kós Károly megnyerte az építésének befejezéséhez közeledő Vekerle telep főterére kiírt tervpályázatot. A munkát több fiatal építész, köztük Zrumecki bevonásával kezdte meg. Hogy mi volt a nyitja a kétségkívül meglepő, mégis újszerű építőművészetnek? Egyszerűen csak az, hogy az akkor divatos, közép-európai szecessziós és a hazai, mondjuk úgy tulipános magyar stílus törekvéseket mellőzték. A korszerű építészetet a magyar népi építőhagyományok alapján valósították. Kós Károly a tér keleti oldalán álló kaput és a mellett álló 2 lakóházat, Zrumecki Dezső a nyugati oldalon a másik kapuval szemben lévő kaput és az azt közel fogó épületet tervezte. A 2 kapu meghatározza a teret és emlékeztet bennünket a 2 kiváló építészre. Zrumecki fiatalon, Kós matuzsálemi korban nőtt el. Előbb itt besorozták az első világháborúban, ezt megelőzően azonban még vendégségben járt barátjánál, Sztálnán, minden farsangi mulatságon.
Kós vendége volt ugyanakkor Móricz Zsigmond is, aki az esemény után úgy nyilatkozott, hogy Kós és Zrumecki ugyanazt csinálták az építészeti népkincs felfedezésével, mint Bartók és Kodály a magyar népdalok gyűjtésével. Zrumecki már meglévő tüdőbaja, a háború viszontagságai közt halálossá vált. 33 éves volt. Áldjuk az urat, hogy egyik legszebb munkája éppen a ház és a mellette épülő nyúló kapu. Kós életének 94 éve alatt a kor legnagyobb építészei közé emelkedett, mellette grafikai és irodalmi munkássága is jelentős. Volt könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus. Nekünk szobor alapjában mindennapi konfitásunk, földünk. Kós Károly unokája, Kós Béla gyermekkorát, a családi élet máig megőrzött pillanatait és legendáit, Kós és Zrumecki barátságának főbb állomásait és saját családja sorsát is felidézte. A nagyapának 4 gyereke volt, a legidősebb akrármennyi Kós Balázs, akinek a keresztapja lett a Zrumecki, aztán kerekedett Kós Almás a szobrász, aki Kolozsváron a kézművészeti főiskolán volt tanszékvezető, aztán Kós Zsófi a színésznő lett, és végül apám, aki nem művészettel foglalkozott, hanem inkább tudománnyal, népkutató lett. És én apámnak a középső fia vagyok, nyugodni bátyámnak együtt. 87-ben telepettem át Magyarországról, Romániából ide, Erdélyből. Én Kolozsváron születtem, hát az egész Kós család ott élt, és amikor az egyetemet elvégeztem, akkor kihelyeztek, mert ott így történt az egyetemi hallgatás. Kihelyezték valahol, én Csíkszeredába kerültem, és 13 évig ott éltem. Nem volt lehetőségem, hogy visszakerüljek Kolozsvárra, ahova szeretném a családi környezetbe visszakerülni. Könnyebb volt Magyarországra kerülni, mint Kolozsvárra, úgyhogy aztán családos talán telepettünk ide. És amikor avatták a szobrot 1988-ban, 87. október környékén, hát akkor hát nyilván én azért is jártam itt, és megtetszett ez a hely. És mikor jött következett, körül sorra került a rendszerváltás, akkor a tetőtérbe beépített lakásokat meghirdették pályázatra, és megpályázott minden egyik lakást, és sikerült a pályázatot elnyernem, és azóta itt élek. Beszélt az ikonikussá vált Sztánáról és a Varjúvárról, melyet végül Kós Károly maga választott lakhelyének a magyar főváros után. A Varjúvárnak egyébként az az érdekessége, hogy azt nagypám 1909-ben tervezte, és 10-ben épült fel, és azt ő étvégi háznak szánta, ilyen időbe háznak, hiszen akkor itt Budapesten is itt dolgozott bátotok. Aztán mikor... Volt olyan, mit használ. Aztán amikor bekövetkezett az 1918, akkor ő úgy érezte, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rá, mint Budapesten, és akkor visszakötött a sztánai víkendházat családi házá vált. És akkor aztán ott érték le az életüket, és vállalva a kisebbet kizúdálva a berekényszerűen. Érdekesség, hogy Kós Károlynak nem voltak mindenképpen művészi elképzelései, az élet apró mozzanataiból érlelődött azzá a sokszínű egyéniségi, aki lett. Nem örökölhetett, mert nem volt kitörött grafikai vagy művészi vénát, és ez a tulajdonképpen az iskolájának köszönhető a kolozsvári református kollégiumnak, és ott érdeklődött a történelem iránt, és egy kitűnő könyvtára volt akkor az iskolának, és akkor ott látta azokat a kódexeket, amelyeknek többek között Ráksai Leának is a betűi ott voltak, ami nagyon megtetszett neki, és aztán kezdte is a saját stílusú betűit kialakítani előbb-utóbb. Nehezen rajzolt, azt mondja, nehéz kezel volt, nehezen rajzolt, de szeretett rajzolni, és átadta a középiskolás korában a kalotaszegi falvakat, és akkor rajzolgatta a házakat, az épületeket.
Tehát mikor Budapestre felkerült az egyetemre, akkor ő nem építészeti szakra került, hanem építőmérnöki szakra, mert az ő édesapja azt mondta, hogy az állami nyugdíjas ember váljon belőle biztos nyugdíjjal, biztos fizetéssel, ne kockáztasson, mint a művészek kockáztattak. Úgyhogy aztán második után iratkozott át az építészeti szakra. Meghatározó szellemi kör szövődött azután Kós Károly köré, nem csupán építészekből, de képzőművészekből, írókból. Móricz Zsigmonddal például közeli kapcsolatban voltak. Mindez azonban Kós és Zrumecki barátságából nőtt ki. A családi legendárium mit tudott megőrizni ebből a barátságból, ennek a személyes kötődéseiből, a személyes részéből, az ő személyiségükből, egymást kiegészítették, egymást támogatták, vagy különbözőek voltak, és mégis valami egységeset, valami egészet alkottak. Mit lehet erről tudni? Hát azt tudom személyesen elmondani, hogy nagyapáminknál gyakran összejöttünk az utódai, a négy gyerek, az unokák, és nem egyszer szóba került az az időszak, amikor ő Zrumeckivel együtt dolgozott itt Budapesten, építették az állatkertet, a parókiát, és nagyapám mindig nagy szeretettel gondolt rá, sőt, nem csak nagyapám, hanem a nagyanyám is gyakran említette, hogy jaj, a Zrumecki Dezsővel milyen jó viszonyban voltak, milyen jó kapcsolatban voltak, és hát nagyon sajnálták, hogy nagyon hamar eltávozott az élők sorából. Ugye nem csak itt közösen építettek, hanem gyakorlatilag kirándulásokat tettek, együtt felfedező utakat, tehát ilyen közös felfedezést a világból. Így van, Zrumecki itt született Magyarországon, Budapesthez közel, és Erdélyben nem igen járt addig, amíg nagyapámmal össze nem barátkoztak az egyetemi évek alatt, és aztán nagyapám csábított előtt Kalotaszegre, Erdélybe, és nem egyszer voltak, tettek hatalmas nagy kirándulásokat, több hónapon keresztül tartó kirándulásokat, amikor hol lovakkal, hol szekérrel barangolták az ottani vidéket, és hát rajzolták az ottani házakat, hiszen az egy kicsit külön világ, merően eltérő az itteni magyarországi alföldi építkezéstől, és ez Zrumeckit is nagyon megkapta, és hát aztán így alakult ki valahogy az a stílus, amit ők képviseltek. Milyen szellemi köré szövődtek ezek a barátságok akkor Budapesten, hiszen ugye Budapestre is ők egy teljesen távoli táj, teljesen kis szegmensét hozták el, tehát nyilván ezt ide is be kellett valahogy törni ezzel. Tehát mi az, kik azok, akik e köré szerveződtek, és azt elfogadták, befogadták? Hát ez tulajdonképpen az egyetemi évek alatt történt meg, ugyanis voltak minden évben pályázatok, amin a nagyapám is részt vett, és hát nagyapám ebben a világban nőtt fel, ebben élt, ebben a környezetben élt, és építette ő saját magát is, és hát ez bontakozott ki belőle, és azok a pályázatok, amiket meghirdettek, általában megnyerte a nagyapám, és ezek az épületek mind azt a népi építkezésből származó ihletődést vitték tovább, és aztán így megtetszett a többi évfolyamtársainak, és így alakult ki aztán ez az úgynevezett fiatalok csoportja, amiben nagyapám vitte, hogy a főszereplőt, és nagy hatással volt nem mindenkire természetesen, de arra a környezetre, amiben ő benne volt, és hát így építkeztek aztán. A kiállítás megmutatja az épületek első gondolatait, vázlatait, terveit, a kész remek műveket, és utal a baráti, családi kapcsolat pillanataira is. Különösen az állatkertből voltak gazdag képanyagaink, illetve tervrajzaink, amik úgy gondoltuk, hogy érdemesek arra, hogy ezeket kiállítsuk. A tervrajzokat egyébként és az anyag jelentős részét az Inárcsi Zrumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtár tól kaptuk. Őnekik volt egy Zrumecki kiállításuk, és nagyon kedvesek voltak akkor, amikor felajánlották nekünk, hogy segítenek ennek a kiállításnak a létrehozásában azzal, hogy az anyagaik egy részét átadják nekünk. Mi az, amit lehet látni, hogy mindenben közösen haladtak, vagy inkább kiegészítették egymást, tehát párhuzamosak voltak, vagy inkább olyanok, akik egymást inspirálva különböző gondolatokat hoztak konszenzusra? Állítólag együtt jártak Kalotaszegen, és mindkettőjüket megmozgatta az a különös népi szecessziós építészeti stílus, ami az akkoriban divatos európai építészeti stílustól merőben különbözött. Tehát nem volt ez a tulipános, magyaros, nem volt ez a
a túlságosan is díszes szecessziós, hanem valami olyan letisztult, tulajdonképpen a természet és a táj olyan harmóniáját megvalósító építészet és stílus volt, és ők ebben nagyon-nagyon egy húron pendültek, ha szabad ilyet mondani. Furcsa egyébként számunkra azt elképzelni, hogy Zrumecki ugye 33 éves korában halt meg, Kós pedig 94 éves koráig élt. Tehát, hogy föl se merül az emberben, hogy ők kortársak voltak, egy évben születtek. És hát ez nyilván, hogy ez a hasonló érdeklődési kör, ez határozta meg azt aztán, hogy közösen dolgoztak jó néhány épületen. Meddig lesz látható a kiállítás? Viszonylag sokáig, novemberben lesz egy filmszemle, és úgy tervezzük, hogy november elejéig mindenféleképpen lehet látogatni a kiállítást a társas könnyítva tartás idejében. Szeretnénk, ha minél több bekerlei, nem bekerlei érdeklődő megismerkedne ezzel, hiszen valószínű, hogy így ez az anyag együtt nem lesz látható másutt. Úgyhogy ajánlom jó szívvel kispestieknek, budapestieknek, akik erre járnak, és kedvük támad, várjuk őket szeretettel. A kiállítás megnyitóján bemutatták a Kós Károly által életre hívott Sztárnai Farsangról szóló dokumentumfilmet is. Kós művész hajlékát szerette volna bemutatni író és művész barátainak, ezért rendezett jótékonysági farsangi bált, mely később hagyományá vált. A Fiatal Természetbarátok Nemzetközi Szövetsége tavaly nyáron időközi választás keretében új alelnököt választott. Négy jelentkező közül a választás a fiatal kispesti Lehocki Zoltánra esett. Így lett ő a közel 20 tagállamot magában foglaló nemzetközi szervezet egyik legfőbb vezetője. Az IYNF, a Nemzetközi Fiatal Természetbarátok Szövetsége, közel 20 többnyire európai ország ifjúsági természetbarát szövetségének a nemzetközi szervezete. Összesen mintegy 500-600 ezer tagot tömörít. A szervezet nem csak a természettel, hanem sok más területtel is foglalkozik. Az ökológiai kérdések mellett például a béke, a nemzetközi egyetértés, az egyenlő jogok, az európai integráció is helyet kapnak. Programjai keretein belül mindig igyekszik egyesíteni a természet és a helyi kultúra megismerését. Idén új alelnököt választottak Frankfurtban, aki nem más, mint Lehocki Zoltán, tőzsgyökeres kispesti. Én úgy kerültem ebbe a helyzetbe, hogy én tavaly voltam először az IYNF-nek egy ilyen nemzetközi eseményen, és azóta folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és ugye ezek két évente megújuló pozíciók, az alelnök, meg maga az elnök, és idén került sor arra, hogy két új alelnököt választanak, ez most soron kívül, és így pályáztam az egyik helyre, és szerencsére sikerült is. Milyen feladatokkal jár ez a pozíció? Hát ez az alelnöki pozíció az nagyon érdekes, mert itt ugye arról van szó, hogy egy nemzetközi, tehát egy egész Európára, meg Afrikára is kiterjedő szervezetet kell összetartani. Tehát itt főként online, illetve inkább háttérmunkákat csinálunk így elnökség. Sokat tartom a kapcsolatot különböző országoknak a képviselőivel, online, illetve Európai Uniós, illetve Erasmusos pályázatokra adunk, tehát kiírásokra adunk be pályázatokat, amiket elbírálnak, és annak alapján ha megkapjuk a támogatást, akkor a következő évi, meg folyamatosan a nemzetközi rendezvényeket szervezzük. A természetbarát mozgalmat az osztrák szocialisták indították 1895-ben Bécsben, a hátrányos helyzetben lévők tömegmozgalmaként. 1975-ben vált az IYNF nemzetközi szövetségé. A cél táborok, szemináriumok és csereprogramok segítségével különböző kulturális háttérből érkező fiatalok összekapcsolása, hogy azok tanulhassanak egymástól, éljenek az olcsó utazási lehetőségekkel, és elfogadják a természet és az ember egységét. Az IYNF nem csak arról szól, hogy kirándulunk, és hogy a természetben vagyunk, hanem ugye ez a természet közeliség, a fenntarthatóság is nagyon fontos, és azokról is olyan témákat is érintünk ezeken a nemzetközi eseményeken, hogy hogyan lehet fenntarthatóban élni, vagy hogy lehet fenntarthatóban gondolkozni, illetve
különböző, vannak az LVNF-nek aktivistái, akik különböző európai kongresszusokon, illetve a klímakonferenciákon szoktak részt venni. Évente 3 főbb nemzetközi eseményt tartanak, 15-20 ország bevonásával, 30-40 fő részvételével. Tavaly például Belgiumban, Csehországban, idén Németországban voltak rendezvényeik, ahol egy-egy fő témát választanak ki, mint például a vegetáriánizmust. Az alapszabály értelmében az IYNF szorgalmazza a fegyverkezés, a fasizmus, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés elleni harcot, a béke elősegítését, a szociális fejlődést, a természet megóvását. Milyen feladatokat szeretnél itt megvalósítani? Hát az én személyes motivációm az egyrészt az, hogy itt nagyon sok emberre lehet megismerkedni, tehát személy szerint én a másfél év alatt, amióta az IYNF-nél vagyok, legalább 30 országból ismertem meg több száz embert, azt mondhatom. És ez a későbbiekben is nagyon nagy segítségre lehet, ugyanis itt mindenki ugyanúgy gondolkodik, tehát itt egy egymást támogató emberekről van szó. Másik motivációm pedig, hogy ezt a fenntarthatóbb és természet közeli gondolkodásmódot tudjam tovább terjeszteni, minél több, tehát hogy minél több ember tudjak elérni. Mindenképpen szeretném azt, hogy maga az IYNF nagyobb figyelmet kapjon, több embert elérjen szimplán, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon jó értékei vannak. Ifjabb Lehocki Zoltánt, mint minden kisgyermeket, a szülei ismertették meg a természettel. Első sétáira a lőrinci Péterhalmi és a kispesti kiserdőbe vitték őt. Van egy hangulata a természetnek, ami sokkal nyugodtabb. Azért, mint egy ilyen városi légkör, és ezt sokan nem tudják, illetve aki nem is szokott a természetbe járni, az nem is tudja, hogy ilyen nyugodtabb, tehát hogy az idő valahogy lassabban telik a természetbe, azt mindenki úgy érzi, és jól lehet kimozdulni akár egy hétvégén. Úgy gondolom, hát engem ez fogott meg. A szervezetnek jelenleg egy elnöke és 4 alelnöke van. Az idén megüresedett 2 alelnöki pozícióra 4 jelentkező volt. A 22 éves Lehocki Zoltánt a lengyel, az azeri jelölttel szemben a német küldött mellett választották meg. Az új magyar elnök a kispesti Gémes Természetjáró Egyesület tagja, a Budapest Metropolitan Egyetemen gazdálkodás és menedzsmentet hallgat angol nyelven. A természetjárás mellett a dobolás kapcsolja ki legjobban, amit már több mint 10 éve űz. Kiállítások, színházi előadások, családi rendezvények. Néhány kerületi programot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Január 26-án nyílik meg a KMO Művelődési Ház előtér galériájában a KMO fotósuli hallgatóinak csoportos kiállítása Szabad szemmel címmel. A tárlat március 1-ig ingyenesen megtekinthető. Gyermekfejlődési előadássorozatot tartanak a Vekerlei Kultúrházban, Gyermekünk testi, értelmi és érzelmi fejlődése egy fejlesztő pedagógus szemével címmel. Az előadássorozat olyan témákat érint, melyel minden szülő találkozott már, és ezekre igyekszik választ adni. Számba veszi a leggyakoribb nehézségeket, és utat mutat a megoldás felé. Január 26-án péntek 18 órától a Mozgásfejlődés csecsemőkortól kisiskoláskorig című előadást hallgathatják meg az érdeklődők. A rendezvény díjtalan. Ugyanitt Aranykor címmel február 2-án 14 órától rendhagyó irodalmi órát tartanak, ahol Arany János balladái is hallhatóak lesznek. Az irodalmi est Zicsi Mihály vetített, a balladákat értő módon ábrázolt illusztrációival izgalmas időutazást ígér. A verseket előadja Lázár Csaba színművész, gitáron közreműködik Lacó Zoltán Vince zeneszerző. Kincseink címmel diákkonferenciát rendeznek a kortárs ifjúsági irodalomról február 15-én csütörtökön 17 órától felsősöknek a kispesti Üllői úti könyvtárban. A konferencia célja, hogy a diákok bemutathassák kedvenc írójukat, regényüket, vagy bármely témát, amely az irodalommal kapcsolatos, és megismerkedjenek a konferencia fogalmával és lényegével. A résztvevőknek egy 5 perces előadást kell majd tartaniuk.
Jelentkezési határidő január 31-e. Jelentkezni lehet személyesen az Üllői úti könyvtárban, illetve az alábbi elérhetőségeken. Műsorunk végén az év elején a KMO-ban rendezett ünnepi koncertből mutatunk önöknek egy rövid részletet. Nagyon szép évem volt, gyönyörű évem volt, most itt ült a kislányom a nézőtéren, eljött velem, úgyhogy a fogadalmam az, hogy minél több időt tölthessek vele, mert ez nagyon fontos, és kicsit most túlsúlyba volt a munka, de most azt szeretném ezt egyensúlyba hozni. Egyébként ez mindig nagyon nagy kihívás és nagy feladat, de összességében csodálatos évem volt, és ugyanilyen jóra számítok most is. Én nem szeretem a fogadalmakat. Azt is megmondom, hogy miért, mert én gyenge manus vagyok, és félek, hogy nem tudom betartani, vagyis nem vagyok gyenge, nem olyan szigorú vagyok magammal, és az engem nagyon rosszul viselne meg lelkileg, hogyha nem tudnám betartani a saját magam által feltalált követelményeket. Tehát, hogy én nem teszek fogadalmakat, van egy ilyen, hogy is fogalmazom, egy ilyen alapértékrend, amit én szeretnék tartani, ami nagyon nehéz, mert hogy ugye az ember korrekten viselkedjen a gyerekeivel, korrekten viselkedjen a munkájával, ebben a nagyon furcsa életben, amit így most élünk meg, ebben nagyon nehéz ezeket megtartani. Én nekem az borzasztóan és tökéletesen elég, hogyha ezeket sikerül megtartani. Mondjuk annyit még megfogadtam, picit most így nem mondtam igazat, de annyit megfogadtam, hogy újra elkezdek sportolni. Ha én rózsa voltnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben kétszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, és piros halmafákhoz, szív.
Fogadalmad. Nem nagyon szoktam fogadalmat enni így, mert sosem jön össze. Úgyhogy ebben az évben sem fogadtam úgy meg semmit, pont szilveszterkor, éjfélkor. Nálunk a család alapítása mi nagy cél most párommal, úgyhogy nekünk az a végülis a fogadalmunk, hogy akkor bővítjük a családot. Hogyha valaki el akar dönteni valamit fejben, mondjuk, hogy nem dohányzom, holnaptól kezdve ahhoz nem kell szilveszter, az bármikor eldöntheti, meg a karácsonnyal is úgy vagyok, hogy szeretet ünnepel nyilván, de hogy ezt egész évben kéne gyakorolni. All right.
Ezt követte egy rövid átállás a színpadon és a lelkekben, majd következett az Opsitos fúvós zenekar.
Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, akkor írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!